A kis születen már túl vannak a hegyajai gazdák. Soltész József tolcsvai termelő büszkén mondta, hogy bár nagyon figyelni kellett az éven a szőlő növényvédelmére, a gondozást meghálálta a muskotáj termése. A muskotájnak az állapota nagyon jó volt, nagyon egészséges volt a szőlő, és a cukorfok is megfelelő volt, felvásárlás szintén jó volt úgyhogy a mennyiséggel is meg vagyok elégedve, a cukorfokkal is, úgyhogy rosszabb soha ne legyen. Elégedett a borvidék legnagyobb felvásárlója is. Több mint tízezer mázsányi korai szőlőfajtát, főként muskotány szőlőt vásárolt fel a kistermelőktől a Tokaj Kereskedőház ZRT. Jó mustfokkal 18-22 fok közötti értékekkel kerültek a szőlők a Prisbe, így minden adott, hogy az idei éven kiváló minőségű borokat tudjanak készíteni. A nagyja azonban még hátra van, hiszen a nagy szület még csak most következik. A próba születeket rendszeresen végezzük, az jelenő kollégák is figyelik a területeket, de látszik, hogy a vegetációhoz messze nincs ott még, hogy, hogy a szület el tudjon kezdődni. 16-17 fokos, mustfokos szőlők vannak nagy átlagban a borvidéken, a többi felvásárló is körülbelül ilyen adatokat tud megerősíteni, úgyhogy korai még most elkezdeni a szüretet, nem is tudjuk megtenni. Várhatóan számításaink szerint ez október közepéig is ki fog tolódni. Az állami borászat szakemberei és a gazdák is azt mondják, hogy az esős idő után szépen kicsattant a szőlő. A végeredményben az asszusodás azzal, hogy a szőlő szemfőreped reped, és akkor a helyén lehet látni, hogy a botticismán kezd megtelepedni, az kiszívja a nedvességet, és a cukor visszamarad, és így asszusodik be a szőlő. A korábbi évektől eltérően a kereskedőház előre meghirdette valamennyi szőlőfajtára és az asszuszemmekre is a felvásárlási árakat. Ezzel a kiszámíthatóságot, a tervezhetőséget is szerették volna biztosítani, de más hatás is érvényesülni látszik. Abban a szemszögből is jó, hogy motiválva van a termelő abban, hogy, hogy várjon a szürettel tehát hogy ne kapkodjál el a születet, mert hogyha később szedünk és azut szedünk, a mustfok is jobb lesz, akkor, akkor nyilvánvalóan nagyobb bevételre is számíthatunk. Az állami borászat pedig a jó minőségű alapanyaga a piac képes borokat készíthet. Ez pedig annak a megújulási, minőségi termelési folyamatnak elengedhetetlen része, amelyre idén tavasszal lépett a Tokaj Kereskedőház.